Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében feladatunk, hogy a védőnői eskühöz híven a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá a védőnői hivatás gyakorló munkájának a végzéséhez. Olvasható a Magyar Védőnők Egyesületének hivatalos oldalán. Vendégünk az egyesület elnöke Csordás Ágnes Katalin, akit a védőnők jelenlegi helyzetéről fogunk kérdezni. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! És volt egy konferenciájuk, és ígérem, hogy a végén arról is fogunk beszélni, hogy ott mi minden történt, de egy picit kapcsolódjunk az előző beszélgetéshez, amiből valamennyit talán ön is hallott, COVID-helyzet kontra gyermekek állapota, mint ahogy egyébként ugye oltás van most kampányszerűen az iskolákban, és ebben is segítenek a védőnők. Mennyi új feladat hárul a védőnőkre ebben az egészen új világjárványos helyzetben? Tulajdonképpen a védőnők folytatják azt a feladatot, amit eddig is végeztek, a fiatalok egészségfejlesztését, az egészségi állapot szűréseket és a védőoltásokra való felkészítést, illetve segítkezést a védőoltások beadásánál. Csak hát sokkal koncentráltabban jelent meg az elmúlt időszakban az online tér. Ugye a védőnői hivatás az egy személyes jellegű ellátási forma, tehát nagyon nehéz azt a feladatot ellátni, akár telefonon, akár Facebookon, akár valamilyen internetes fórumon, illetve felületen, amit a védőnök sokszor ugye a gyermekekkel személyes beszélgetéskor, az egészségi állapot szűréskor beszélgetnek. A védőnök kolléganők, akik iskolát látnak el, ugye folyamatosan ismerik a gyerekeket, tehát elsős koruk óta ellátják, két évente szűrik őket, és hát látják a fejlődésüket, látják az esetleges megtorpanást, vagy a problémákkal rendszeresen fordulhattak az iskolában a diákok a védőnökhöz. Ugye az online tér az egy kicsit beszűkült lehetőségeket biztosított, és hát a pandémia megjelenésével ugye az életterek is, a családi, baráti kapcsolatok is beszűkültek, és hatványosan csúsznak bele a szociális életük az izolálódásba, és ez bizony azért rányomja a bélyegét a gyerekekre is. Mi volt a tapasztalata a védőnöknek ez alatt az időszak alatt? Egyébként volt-e olyan új típusú probléma, amivel szembe kellett nézniük, például akár a pici babák gyermekek ellátása kapcsán? Ugye a bezárkózás, ami ugye az első hullám alatt volt, azzal nagyon megviselte azért mind a családokat, mind a védőnöket. Szerencsére ugye a következő hullámban már egy kis lazítás volt, amikor is egyeztetett időpontban tudtak találkozni a családokkal, tehát folytatódhatott a személyes találkozás, ami nagyon fontos, főleg a pici gyermekek, csecsemők, várandósok tekintetében, illetve a védőnő kolléganők a higiéni szabályok betartásával a családlátogatásokat is meg tudták már tenni, illetve hát ezt most már folyamatosan megteszik. Biztos, hogy sokan félnek, és ugye egy új vírussal állunk szemben, nem tudjuk még a hosszú távú hatását, ezért amire föl tudjuk írni a figyelmét a lakosságnak, úgy a családokban, mint az iskolákban, a pedagógusoknak, diákoknak, hogy a higiéni szabályok, a tűzszögés szabályait, ezeket mind nagyon szigorúan be kell tartani, és bár most még nem hordunk maszkot, de én azt gondolom, hogy erre is oda kell figyelni, hogy ha zárt térbe megyünk, akkor főleg, hogy ugye itt a veszélye a negyedik hullámnak, biztos, hogy a távolságtartás, mármint a két lépéssel, három lépéssel való távolságtartás, az legyen meg. Ugye a gyerekek most nagy örömmel mennek vissza az iskolába, és hát gondolom összeborulnak és örülnek egymásnak. Hát ugye ennek is megvan a veszélye. Picit visszább kell fognunk azokat a személyes kontaktos, tehát érintkezéseket, amit régen megszoktunk. Ez egy új világ, ez egy új helyzet, tehát nagyon fontos, hogy erre a pedagógusok, a védőnők és a szülők is felhívják a
diákok, gyerekek figyelmét. Az egészségügyi dolgozóknak ugye szeptember 1-től kötelező az oltottság. Ez vonatkozik a védőnökre is egyébként? És lehetett tudni, hogy ott hány százalékban van? Természetesen, hát a védőnök is egészségügyi dolgozók, úgyhogy mindenkire vonatkozik, aki az egészségügyi ellátásban dolgozik. A védőnök kolléganők úgy tudjuk, hogy szinte majdnem 100%-os mértékben felvették az oltást. Hát aki ezt nem tette, ugyanúgy, mint más szakterületen is, aznak még van 2 hete, hogy ezt megtegye, és hát utána sajnos a jogszabály szerint más területen kell néznie a munka után. Összességében, hogyha nagyon röviden össze tudná foglalni, szakember hiány például önöknél van-e, vagy van-e bármi gond, amivel küzdenek, és hívjuk fel rá a figyelmet? Van szakember hiány sajnos, ugye ez a legnagyobb problémánk azért még mindig. Olyan 350-400 védőnő hiányzik a rendszerből. Ugye Magyarországon minden egyes településnek van védőnői ellátása, és minden egyes óvodának, iskolának van. Azokon a területeken, ahol nagyobb a hiány, hát ez inkább Pest megye, Szabolcs, Borsod megye, Somogy, tehát ezeken a területeken azok a védőnök, akik üres körzeteket helyettesítéssel látnak el, azoknál ugye nagyobb a munkateher, ez egy picikét nehezíti a munkájukat, úgyhogy nagyon várjuk a fiatalokat, hogy jelentkezzenek az egészségtudományi kar védőnői szakára, hisz egy gyönyörű hivatás, amit mi folytatunk. Így van. Nagyon szépen köszönjük is a munkájukat. Csordás Ágnes Katarina, Magyar Védőnök Egyesületének elnöke. Köszönöm szépen, szép napot. Köszönöm, viszont hallásra.